Sziasztok! Idén is megrendezésre kerül Bacsis Retro számítógép kiállítása, tehát a BLSK. Ezt a videót azért készítem most el, mert az alcíme az, hogy 8 bitesek. Tehát ez a 8. kiállítás, 8 bitesekre fókuszálunk egy kicsikét. Hogy milyen gépek lesznek? Természetesen a Commodore szériával indítanék, az ugye nem maradhat ki. Emellett lesz egy lerakatnyi magyar gép, tehát a megszokott HT, TVC, Primo széria, valamint pár magyar vonatkozású, mint például az Enterprise, ami ugye nálunk elterjedtebb volt. Néhány ritkább darab is lesz, mint például Atari, lesz Acorn, Apple 2 es illetve lesz néhány 16 bites, abból is lesz Atari. Most egy Silicon Graphics O2 van előttem az asztalon, illetve lesz egy korai ARM processzoros gép, tehát egy Acorn. Ezeket a gépeket természetesen ingyen kipróbálja bárki, játszhattok velük, gyertek el, nézzétek meg, és szeretném kiemelni az egyik gépet, ami tavaly sajnos betegeskedett, ez a HT1080Z, Azóta egy kicsit felújítottam, főként a tápegységével voltak a gondok, de nagyobb fába vágtam a fejszémet, egy külföldi leírás alapján építettem egy Z80 processzor emulátort, amiben egy kicsikét tovább fejlesztettem a szoftvert, és most már nem csak a Z80, tehát nem csak a processzort emulálja, hanem kapott egy menüt, amiben ki lehet választani, hogy milyen romot, mennyi memóriát emuláljon, mit töltsön be, tehát milyen flopikat kezel, ugyanis egy FDC Controller emulációt is kapott, és ez működik, most azt mondom, hogy egy 80-90 százalék közötti működési biztonságot értem el, hogy mire képes maga az emulátor, arról mindjárt láthattok egy rövid bemutatót, illetve egy kis játékot is, gyertek el, döntsétek meg a rekordomat, nem lesz nehéz, remélem sokan jöttök, és akkor másfél is versenyezhettek. Tehát június utolsó hétvégéjén, június 24-én és 25-én a csapatunk mindenkit szeretettel vár fülére, További részleteket pedig a brsk.hu honlapon találhattok. Sziasztok!